Már javában zajlik a felkészülés a tavaszi idényre. A Soroksár labdarúgói szerdán két edzésen vettek részt. Tímár Ádám, erőnléti edző, kellemes feladatokat állított össze a labdarúgóinknak. A héten kezdtünk bele rázódni igazából a munkába, úgy igazán. Ugye hétfő, szerda, péntek már két edzés van, de az délelőtti az ugye labda nélkül, azok elég kemények. Az egy edzésen, amikor egy edzés van kecsütörtökön, akkor is azért a száraz futások azért ott van, de a labdás feladatok is azért az úgy jó. Ugye még az elején vagyunk, reméljük azért az időjárás az valamivel javulni fog, de hát ugye mindent megtesznek, hogy a pályát letakarítsák. Műfőben vagyunk, ez se egyszerű, azért jobban megfogja a lábakat. Most nem volt futóprogram, mivel december 16-án lett vége a bajnokságnak, és a Tímár Ádám szerint azért kell egy két-két és fél hét, amikor teljesen regenerálódik a szervezet, úgyhogy most nem kaptak futóprogramot, tehát ez a három nap arról szólt, hogy egy picit rávezessük erre a hétre, és viszont ez a hét azért már keményebb. Dragoner Attila múlt héten azt mondta, a csapat legnagyobb erősítése az, hogyha sérültek felépülnek. Most Fröliken kívül már mindenki edz, Orosz Márk is. Én sokat is dolgoztam, hogy egészséges legyek. Már az utolsó forduló előtt elkezdtem edzeni, de hát ugye sok volt a lemaradásom, és azt beszéltük a vezetőséggel, a mesterékkel, hogy az lesz a legfontosabb, hogy egészségesen el tudom kezdeni a felkészülést, és reméljük, hogy végig is tudom csinálni egészségesen. Nyilván örülök, hogy így egybe maradt a csapat, és főleg azért is, hogy ez a magaz tényleg jól működött a bajnokság elején. No igen, az első hétforduló álomrajtja után kaptak hideget-meleget Valencsikék a sok bekapott gól miatt, fiatal középhátvédünk is kapott bőven kritikát, de megpróbálta hamar túltenni magát a negatívumokon és tanulni belőle. Az elején még úgy van, azt mondom, hogy jól éreztem magam, bárkivel játszottam párban, az első 7-8 meccsen úgy gondolom semmi probléma nem volt, utána valami megtört nálunk is ott hátul, jöttek folyamatosan a hibák, a pontrugás gólok, és ugye, amire nagyon allergiásak, meg hát ugye mi is, mert nem szeretjük az ilyen könnyen kapott gólokat, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek hibák voltak, hogy ott valami megtört, de így a vége felé, főleg az utolsó fordulóra úgy gondolom, hogy semmi baj nem volt. Most már változtattunk azért, hogyha láttad az utolsó pár mérkőzésen, azért már kevesebbet kaptunk, és nyilván most ez a cél. Én úgy gondolom, hogy az utolsó 3-4 mérkőzésben már ebben nem volt gondunk, és ezt meg is fogjuk tartani most ebbe a tavaszi szezonba, de nyilván azért itt várok játékosoktól az is jobb teljesítményeket, és remélem, hogy mindenki meg fog tenni annak érdekében mindent, hogy előrébb tudjunk kerülni. Az egyik legnagyobb veszteség Orosz kiesése volt, kreatív támadónkat nem tudtuk pótolni. Első hétfordulóban vezettük a bajnokságot, nekem is jól ment, a csapatnak is jól ment, utána jött egy hullámvölgy, amiből elég nehezen jöttünk ki. Én azt hittem, hogy hamarabb kijövünk, de valamiért ott nem sikerült. Utána ugye megsérültem én is, jöttek a folyamatos sérülések. Azért a szakmai stábnak se volt egyszerű összeállítani a csapatot, és így azért nehéz folyamatosan jó teljesítmény nyújtani. Szerintem jó a csapat, ugye erről sokat beszéltünk, hogy mindig több van a csapatban, de valamiért nem tudjuk folyamatosan hozni ezt a jó játékot, vagy hogyha a játék jó is, de mégis vereség van. Ezt valahogy ki kell küszöbölnünk, ugye ez azért közre játszik a sérülés, nem annyira bő a keret, de ugye a csapat is azon van, hogy minél jobban szerepeljünk, és úgy benne is van ebben a csapatban, ugye a hétforduló nem a véletlen műve. Szombat délelőtt 11-kor játsszuk az első edzőmérkőzésünket. Az ellenfél a Tisza Kécske lesz. Elsőre úgy számolunk, hogy mindenki fél időzni fog, tehát két sorra szeretnék játszani, és hát remélem, hogy mindenki igazából a legfontosabb az lenne, hogy mindenki hozza ki magából a maximumot. Tudom, hogy a lábak fáradtak lesznek, de ez is egy terhelés, úgyhogy, és nyilván az a legfontosabb, hogy ne legyen sérültem. Nyáron majdnem az összes edzőmeccsen vereséget szenvedtünk, utána meg két forduló vezettük a bajnokságot, szóval az edzőmeccsek az valahol ilyen kiszámíthatatlan dolog szerintem, de persze, szerintem az a legfontosabb, hogy meglegyen az az edzés, amit mondjuk kiírtak szombatra a mesterék, és játszunk egy jót. Az eredmény nem fontos, csak az, hogy a kellő terhelés meglegyen.
Szóval nem tudom igazából, hogy mi lesz. Az a lényeg, hogy kifocizzuk magunkat, kifussuk magunkat, elfáradjunk, és ennyi igazából. Mindig megkaptam a játék lehetőséget, tudtam mindig játszani, ezáltal meccsről meccsre jobban fejlődni, és most ott tartunk, hogy tényleg már leráztam magamról ezeket a nagyobb hibákat, és tényleg jól érzem magam a pályán, a társaimmal, úgy gondolom, hogy megoldom a feladatomat, úgyhogy tényleg minden rendben, úgy gondolom.